Na üdv nektek, sziasztok, figyeljetek, fiúk, slányok, skacok, meg mindenkinek. Nagyon-nagyon sok jó hírem van, illetve egy kis beszámoló arról, hogy miért nincsen mostanában annyi videó, mint amennyit szeretnék, és ahogyan szeretnék, illetve miért nem olyan minőségű, illetve miért nem olyan temperamentumú, mint amit tőle már megszokottatok. Egy. Mocskos undorító módon fáradt vagyok. Nem fizikailag, szellemileg. De tényleg, nagyon durván. 12 órázom, illetve néha még a meló előtt elmegyek edzeni. Igen, az a lehető legjobb, amikor 5.30-kor kellek elmegyek 2 órát, illetve másfelet edzeni, majd utána elmegyek 12 órázni, majd egy óra, mire hazaérek. Nagyon durva. Na mindegy. Viszont figyeljetek, ha minden jól megy, már pedig reméljük, hogy minden jól megy, nem, de muter? Igen, jövő héten költözöm. Összejött végre a kecóra, a kaukció, meg mindenféle ilyen hasonló dolog, és akkor az tök jó. Viszont tudjátok, mi a királyság, be fogom rendezni, mint a picsa. Úgyhogy egy kicsit beszélgessünk erről a mutaromban veletek, meg ilyenek. Úgyhogy képzeld el, vele is annyi minden újdonság történt amúgy, amiről nem nagyon tudtok, meg ilyenek, illetve nem tudom, hogy mennyire szeretné, hogy ebbe bele rángassam egy kicsit a fejét, de most meg fogom tenni. Jó, de nem utogass, nem utogass, de most meg fog történni. Hát de mesélj te. De mit meséljek? Hát mit meséljek? Én is elköltöztem. Te is elköltöztél? Milyen kis kecód van neked? Tök jó. Mint te is pont most költöztél. Tök igen. Jó. Igen. Úgyhogy tele vagyok infókkal, úgyhogy szét fogjuk szervezni a lakásodat. Gyerekek, olyan lesz, hogy beszartok. Kitaláltam már magamnak egy stúdiósarkot. Így. Szét fogom kúrni a falat izével ilyen hangtompítós cuccal. Tudjátok, hogy amikor üvöltözök, akkor ne ilyen degenerált hangom legyen, hanem ilyen szép Mozartos. Nagyon király lesz, gyerekek. Mondjuk Mozart az nem igazán énekelt. Na mindegy. Mindegy. Ez van, kösz szépen, muter. Self-rekt. Oltjál szét, kérlek. Kösz. Kösz szépen. Na mindegy, úgyhogy srácok, elképesztően jó lesz. Már megnéztük a konyhát, mert ki van találva itt fejben, kopakban, hogy hol lesz a fenyőfa. Na, az is ki van találva, hogy milyen lesz az ágyam. Az elején olyan fapados lesz a kecó, hogy beszarsz. De tényleg ez a úristen turbo, te itt laksz, te. Úristen, Jézusom. De tényleg a legelején ilyen lesz. És amúgy mindjárt lerohad a karom attól, hogy tartom itt a kamerát. Na mindegy, nem baj, ez nem probléma. A bicepsre gyúrsz, nem baj. Jó, hát nem baj, Anyikám, most kezet cseréltem. Na mindegy. Na mindegy. Úgyhogy srácok, kurva jó lesz. Kitaláltam már azt, hogy alapvetően raklapágyam lesz, ami azt jelenti, hogy venni fogok 6 darab raklapot, szét fogom csiszolni, mint az állat, így össze-vissza, scratchelni fogok, mint a DJ-k. Kurva jó lesz. Nem elég, majd 8. 8 kell. 8? Igen, minimum 8. Hát mindegy, akkor 8, nem tragédia. Viszont arra fogok rátolni egy 180x200-as matracot, tök jó lesz a hely, alá LED csíkokat fogok tolni, amit azt fogok kapni a Jézus gátod, igaz? Már megírtam neki, én megtudtam, amit kell. Nagyon helyes. Na mindegy, úgyhogy végre valahára tényleg összejött az, hogy mert megint jobb kezdezek. Na mindegy. Úgyhogy tök jól összejött, hogy végre. Tartsod nyelven. Micsoda? Tartsod nyelven. Na. Ezt az idősebb lányok értik. Na mindegy, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, és az a baj, hogy amikor leülök ide a gép elé, akkor már igazából csak azt várom, bakker, hogy teljen az idő, mert fejben már ott vagyok, hogy pakolnék, rendeznék, festenék, mindenféle hasonló dolog, és egyszerűen ez lefáraszt fejben. De nem? Még téged nem fárasztott le, amikor költöztél? Dehogy nem. Jaj. Én ripsrops neki álltam, úgyhogy még a táskám a szoba közepén, vagy a lakás közepén volt. De meg belőle vagyok, úgyhogy sanszos, hogy én is így leszek. Sanszos, az biztos. Hát amit a környéken meg lehet gyorsba venni, az meg lesz. Vagy én minden, az a szűk kis időnkben megcsináljuk, amit lehet. Így van, mert hogy amúgy jön haza hozzám karácsonyozni, ez tök jó lesz, hogy például ott leszünk ketten, tök jó. Ja, és jó sok csomagolópapírt veszek magamra tekerem, és be is kapsz egy nagy masnit rám. Nincs semmiféle szexuális kontaktom az anyámmal. De, hát anyut kapott karácsonyra, jót vagyok, ő a gyerek. De egy ilyen nagy masnit. Ugattad elő, basszus! Mondom, az gyönyörű! Mondom, az gyönyörű! Na mindegy, semmi, ez ugattad elő, mint figyelj, tegyük fel, mit tudom én, itt álltam, barátnőm, becsomagolom magamat, egy masit kapszám, és ennél leszek a karácsonyi ajándékod, és így ezt mondja az anyád, és így azt a
kurva, na mindegy. Most már értetek, hogy mi vagyok ilyen degenerált. Pozitív értelemben remélem, na mindegy. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. December 24-én jön haza hozzám, tök jó lesz, együtt fogunk csinálni mindenféle ilyesmi dolgot, illetve tök jó lesz, mert berendezünk a kecót, segít ebben is, úgyhogy már tényleg hiperdúlva meg a módon várjuk. Te is? Úgyhogy én nagyon főleg olyan pullafáradt leszek, reggel 4-kor indulok. Te reggel 4-kor, én meg dolgozok. Úgyhogy majd a poptarisznyi a magnósoknak ott lesz a szemem alatt délutánra, amire az angyalka jön. Jó lesz, az nem lesz vele semmiféle probléma. Én már nagyon-nagyon hihetetlen módon várom, úgyhogy nagyon-nagyon királyságos dolog lesz az az egész. És mekkora királyság, hogy ugyanaz a házszámod, mint az enyém. Ja, nem mondjuk ki. Semmit. Nem mondjuk ki. Nem mondom ki ilyesmit. Jó, már kicsit ismered az internet törvényeit. Egy kicsit már ismered. Jó, nagyon helyes. De mindegy, hogy nagyon-nagyon várjuk elképesztően durva módon. Illetve a héten mondom, azért nem nagyon volt videó, mert megállás nélkül dolgoztam, meg ilyen hasonló dolgok, hiszen ugye sokat kell dolgoznom, ugye 12 óra per nap, plusz 1 óra beút, 1 óra hazaút, meg ilyenek. És illetve ez az új helyen. Ez, igen, mert az új helyen 15-20 perc ajtótól ajtóig, úgyhogy ez is például tök jó. Akkor jövő héten már, hogyha megvan a kecónak a kulcsa, meg mindenféle szerződés, akkor mehetek be a UPC-hez is, hogy például kössék be a netet, úgyhogy majd egy kis ideig nem leszek semmiféleképpen, mert ugye amíg a netet nem kötik be, addig nem tudok ott állni biciklipumpával is tekerni, meg ilyenek, hogy legyen netem, ilyenek, hogy én behúzni a netet, így ízni, mint én átütöm a falat, hogy jön a kábel. Na mindegy, úgyhogy azt mindenféleképpen meg kell várni, de már rettentően várom, mert most már végre úgymond a műtétem után most már elkezdtem fölépülni testileg, lelkileg, szellemileg, mert mindenféle ilyesmi dolog, és a következő lépcsőfok, ami végre már megvalósul, ami ugye az exem óta nem volt, hogy egyedül fog élni. És ugye az például baromi jó volt mind a videók tekintetében, hogy ugye akkor videóztam, amikor akartam, arról videóztam, amiről akartam, ott videóztam, ahol akartam. És ez például tök jó, hogy ugye egy az, hogy ha nem 12 óra, akkor utána is fogok tudni videózni, előtte is fogok tudni videózni, és így mond többet tudok tudni veletek is foglalkozni, meg ugye hát, na, nem egy hátrány, hogyha lassan 26 éves fejjel van egy saját kis ficakom. Így van. Úgyhogy ez egy tök jó dolog, én már nagyon-nagyon várom. Anyum is, az egész családom is támogat ebben az egészben, az összes létező barátom is. Úgyhogy hát már ez így normális. Így van, úgyhogy ez már tök jó lesz. Nem mindegy, srácok, úgyhogy... Micsoda? Kis önálló élet. Így van. Úgyhogy tök jó, és mi van nagyon... És akkor tudod adni önmagadat. Azért azt így ne felejtjük el, ha nincs senki körülötted, aki lehúz például. Tehát nincs az, hogy arra stresszelsz, hogy most hangos vagy, nem vagy hangos, miről ja, beszél. Hát persze. Totál magad, ura. Így van. Na úgyhogy, srácok, ennyi minden lesz a jövő héten. A héten is úgy volt, hogy dolgoztam, akkor utána volt ez a Rainbow Six Siege-es őrület is, ez a bajnokság is, ami nagyon jól sikerült, onnan nyertem amúgy ezt a pólót. Szerintem barom jó, várjál. Vadállat, kérlek, egy erőgyőzik. Mennyire látszik, várjál. Ja, nem tudom mennyire látszik, na mindegy. Barom jó, micsoda? Kéne alád egy Harley Davidson. Jó van már, amúgy az Harley, de mindegy. Jó, látod? Akkor jó. Bemutatsz? Tessék, neked is. Na mindegy, úgyhogy elképesztően jó lesz. Nagyon-nagyon várjuk már elképesztő módon. Jó lesz. De tényleg, nagyon várjuk. Na mindegy, úgyhogy előbb boldog karácsony mindenkinek, meg télapó, ami már ugye volt. Én is, illetve anyum is kíván nektek. Beigli dobálós karácsony kívánok mindenkinek. Ezt mondtad tavaly is, vagy tavaly előtt, vagy mikor? De az úgy, hogy már mindenki utálni fogja. Ja, de tényleg, nem, de amúgy halálfrankom. Ja, a beigli az egy jó tudsz. Békés karácsony. Békés karácsony mindenkinek előre is, és majd ugye karácsonykor is jelentkezünk. Vagy jelentkezek én legalábbis. Legyetek jók.